Lehet-e unalmasabb fickó annál, mint akit John Smithnek hívnak? Átlagos név, átlagos kinézet, átlagos élet. Munka és magánélet, magánélet és munka. Londonban éli hétköznapi, pontosan megtervezett, bevett szokások szerint működő életét. Napközben taxisofőr, éjjel pedig hűséges és szerető férj kisfeleségének ölelő karjaiban. És egyszer csak ez a langymeleg, kellemes unalom veszélybe kerül, és kiderül, hogy John Smith közel sem hétköznapi. Akinek egész jól mennek a dolgai, tehát hogy lett egy felesége, aztán megismerkedett még egy hölgyel, és akkor hát ő is a felesége lett. És mivel a taxisofőr ezt elég ügyesen végre is tudja hajtani, tehát ide-oda rohangál két város között, ami a két város között van 4,5 perc, úgyhogy könnyen megoldható. El is hangzik a darabban, hogy taxisofőr élete az könnyű, mert ugye ottan könnyű azt mondani, hogy most éppen van egy fuvarom, éppen vidékre, el kell menjek, nem tudom, 4 óráig tart, és ez nincs, tehát 4 óráig átmegyek a másik városba, a másik feleségéhez. Gyakori fellépő a Petőfi Sándor Művelődési Központ színházi előadásain Beleznai Endre, aki mindig készségesen áll kameránk elé. A páratlan párosban a segítőkész szomszédot alakítja. Én vagyok a második szereplő, mert a John Smith taxisofőr a főszereplő, és annak a felső szomszédja vagyok. És hát próbálok neki segíteni, hogy ne kerüljön börtönbe, és próbálom a jó útra is téríteni, de hát ezekben a vigyátékokban szinte soha nem sikerül. Illetve hát a legvégén majdnem sikerül, de aki mondjuk még nem láttanak, nem lőjük le a végét, mert az szinte spoiler volna. Az általunk megszólaltatott művészek mindig pozitívan nyilatkoznak a vidéki előadásokról, a helyi vendégszeretetről, a fogadtatásról, a teltházas sikerekről. Bár nyilvánvalóan fizikailag megterhelő számukra napi gyakran több száz kilométeres utazás, de misszióként is tekintenek ezekre az alkalmakra. Vágynak az emberek színházba, ott abban a pillanatban élőben látni valamit. Még például imádják, amikor valami nem úgy sikerül, és az lejön. Mert van ilyen, hogy érzik azt, hogy hoppá, itt valami, és főleg, hogyha meglátják, hogy valamelyik színész meg is rendül, főleg vígjátékban, aztán van egy-két nagyon durva kollégám, hát Beleznai Endre, hát olyanokat tud mondani, hogy szóval az ember legyen a talpán, aki kibírja azt röhögés nélkül. Úgyhogy vannak ilyen helyzetek, azt is nagyon szeretik, mert akkor úgy érzik, hogy látják, picit a kulisza mögé látnak, és látják azt, hogy most, na hát azért az a színész is tud szenvedni a színpadon, hogy el ne nevesse magát, hogy megoldja jól azt a helyzetet. A Petőfi Sándor Művelődési Központ színházi bérlet sorozatából egyetlen előadás van már csak hátra. Március 18-án szerdán 19 órától a Nejem a neten című vígjáték kerül színpadra, Cseke Katinka, Harsányi Gábor, Csengeri Attila és Nyerte Zsuzsa főszereplésével. Jegyek korlátozott számban még kaphatók.